Sziasztok, én Tamás vagyok, és üdvözlök mindenkit a legújabb videóban. Itt vagyunk Velencében egy kempingben, nézzétek meg. Mutatom. És be fogunk megnézni, és megnézzük a várost, egy-két dolgot Velencéről. Hát mondok, megmutatom, megnézzük. Szóval tartsatok vele. Ezzel bétvisznek minket a városba, innen a kemping elől indul. Hát szerintem bévisznek a állomásig körülbelül, és aztán onnan már tényleg nincsenek utak, szóval csak csónakozni lehet, vagy a hajóbusz, vagy nem tudom mit fogunk használni, mivel ott ugye már csak a csatornák vannak. Itt vagyunk a Rio Novo-nál, jelenleg a Rio Novo csatorna mellett, és hatalmas nagy hajó forgalom van. Itt mutatok is. Eljöttünk le hajókázni, és állítólag hosszan visznek a Rio Grande-n, mindjárt ki is érünk a Rio Grande-ra. És tehát egy mellékcsatorna, itt mindenhol a víz van, úgy ahogy láthassátok videóban, filmekben. Így. Hát ilyen hidak van, nagyon sok, most pont mindjárt nézd, de mindjárt átmegyünk egy alatt, ez le is videózom. Ilyen csónak van. Előre az épületek azok ilyen nagyon olaszosok, mint abban a kicsi faluban, ahova a komoly tónál kimentünk, azt mindenképp videó nézzétek meg. Az előző videóban, most látok így alatt, nézzétek meg. Ilyen Velence. Hát elég szép. Éltünk az ilyen nagy csatornára, ennek nincs neve, ez igazából a tenger, ez köt össze az Adriával. Nagyon zavaros a víz. De a két oldal ilyen olaszos házak vannak. Szóval igazából nagyon szép a város. Nagyon megvan a hangulata, és igazából pont olyan, mint amilyennek elképzeltem. Vagyunk a Saint Mark téren. Bejöttünk a hajóról, itt hátamnál körbe is mutatom. Itt láthatok 98 méter magas campanellát, amit többször építettek újra. Egyszer felépítették 1500-as években, 400 év múlva leromlott, összeomlott, és de addig úgy állt, mint a szöveg, tehát meg sem mozdult, és azt mondták, hogy építési hiba volt, ami nagyon sokan kételkednek benne, mivel ha 400 évig áll egy épület, és hirtelen összeomlik, akkor valami más kellett a baj legyen, utána tudnak, hogy mi az. Aztán egyből újra is építették a velenceiát, azóta pedig nagyjából így néz ki, a restaurálás után megint. Hátamnál itt van a Szent Márk székesegyház templom, és a tért is, meg ezt is az égják Szent Márknak, mert Egyiptomból idehozták a hanvait Szent Márk evangélistának. Ott a túloldalon kicsit belezumolok, ha lássátok, ott van a városnak a jelképe, a szárnyas oroszlán. Itt vagyunk a sóhajó hídjánál, amit ott láthattok, ami a Doge palotát köti össze, és a börtönt, 8 méter hosszú a híd, és ugye arra nem lehet felmenni, csak innen messziről lehet nézni. Itt vagyunk a Rialtónál, ez a hídról azt kell tudni, hogy 45 méter hosszú, a Rio Grande fölött ível át. És képzeljétek el, hogy amikor a hídat először felépítették fából, akkor ez alatt vitték el a Márti mennyasszonyát, és annyi ember kijött, hogy megnézzék a mennyasszonyt, hogy leszakadt a híd. És azután pedig 150 évig építették újra ezt a hídat, míg újra kész lett.
Állítjunk gondolat az ide Velencébe, nézzétek meg itt a víz, Balestől nyúlik, ilyen aranyozott, fekete gondolat vannak, piros szülésekkel, nagyon hosszúak, jól néznek ki. Most itt visznek minket a Rio Grande-n, és igazából egy fél órás térés lesz. Itt ezek a házak azért, hogy nem látja őket el a víz. 8 méter mélyen bele vannak építve, vagy bele vannak építve a földbe. Ezért a házak már száraz földön vannak, ugye a szigeteken. És ilyen Nyugat-Szlovéniából hozták el a szülőpöket, ezért ott egy kicsit kopárabb a természet. Született ebben a városban Velencében Marco Polo, akiről elnevezték ezt a repülőteret. Ő egy író utazó volt, aki felfedezte Európának újra Kínát, és aztán elkapták a genovaiak, és fogságba vitték egy évig, és akkor elmondta a fogdatársának egy bízai embernek a történetét, azt leírta, és így van meg igazából írott formában. Így maradt meg fent, hogy ő tényleg elment erre az útra, és nem csak kitalálta. Velence nagyon olaszos, ilyen szűk csúcsákon megyünk keresztül. Hát igazából, ha meglépem egy olyan 2 méter mély széles lehet ez az utca, az is lát, hogy még annyi se. És igazából ez már nem az első, szóval nagyon sok ilyen van. Vagy víz van, vagy ilyen ennyi volt ez a videó itt Velencében, remélem mindenkinek tetszett, ha igen, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel. Instagramomon, TikTokomon, Twitteremen kövessetek be, ha a fotókat szeretnétek megnézni, amiket itt Velencében csináltam, akkor a fotós oldalra kattintsatok lent a leírásba. És most megyünk tovább Szlovéniába, onnan is fog csinálni egy vlogot. Szóval iratkozzatok fel, hogy első között tudjátok azt is megnézni. Azon kívül ennyi. Remélem tetszett. Sziasztok!